Jó estét kívánok, Pindrok Tamás vagyok, ez itt a Hírbehozzuk. Mai témánk, kell-e a bűnözőket rasszokba, rasszcsoportokba sorolni, ez a Jobbik ötlete, egy törvény, módosítás törvényt is beadnak nem sokára a parlamentnek. Vendégeink Mirkóczki Ádám, a Jobbik országgyűlési képviselője, jó estét kívánok, és Páfi István, a KDNP országgyűlési képviselője. Mielőtt elkezdenénk a vitát, nézzünk meg egy bejátszást. A Fidesz-KDNP frakció elfogadhatatlannak tartja Mirkóczki Ádám jobbikos országgyűlési képviselő faji megkülönböztetésre irányuló törvényjavaslatát, amely bőrszín alapján csoportosítaná a bűnelkövetőket. A politikus azt kezdeményezte, hogy a bűnügyi nyilvántartások a jövőben a bűncselekmények elkövetőinek etnikai holtartozását is tartalmazzák. A jobbikos képviselő amerikai példára hivatkozva 7 raszba sorolná a bűnelkövetőket, az antropológia tudományát segítségül hívva. Indiai, mediterrán, észak-afrikai, nemben szülött dél-amerikai, ázsiai, továbbá afrikai, fekete-afrikai néger, ausztrál benszülött, indián, vagyis észak- vagy dél-amerikai benszülött etnikai jelleg. Ez a 7 csoport, illetve van még a, bocsánat, kifelejtettem az európait, észak-amerikai, európai vagy ausztrál fehér jelleg. Miért van erre szükség? Hát először is tisztázzuk, szeretnék korrigálni, vagy egy, ha már lehetőségem van reagálni itt a bejátszásra, ugye a Fidesz-KDNP nyilatkozatára, amelyet hát nem csak én, hanem aki mondjuk olvasta a törvényjavaslatot, vagy hallotta a sajtótájékoztatónkat, Akkor ez egy nettó hazugság, amit elhangzott, hiszen nem faji és nem bőrszín alapján történő besorolásról szól az egész, hanem ezeket a ön által is elmondott tipológiákat, ezt az antropológia állította fel, és a világ minden táján ez mind a mai napig egy élő, bevett gyakorlat, dolog, hogyha rasszokba sorolják, vagy valamilyen formában tipizálják az embereket, embercsoportokat, akkor ezeket veszik alapul. Tehát ezt soha senki nem kérdőjelezte el eddig meg. A másik pedig, hogy miért van erre szükség, mi azt látjuk, hogy ahhoz, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, jelen esetben a bűnügyi statisztikákban, vagy az elkövetők között, hogy vajon kikkel is, milyen embercsoportokkal van a legtöbb probléma, és ne lehessen, nem utolsó sorban, a kettős mércét használni egyes nagy felháborodást kiváltó bűncselekmények kapcsán. Szűnjön meg a kettős mérce, mi ezt szeretnénk, és tekintettel, illetve senkire tekintettel legyen egy korrekt, objektív nyilvántartás az etnikai jellegekről, és azt gondoljuk, hogy ahhoz pedig ez a javaslat nélkülözhetetlen. Hozzáteszem egyébként, hogy ezt a javaslatot használják az Amerikai Egyesült Államokban, Nagy-Britániában, Izraelben és még számos más országban szerte a világon. A Fidesz-KDNP szerint rasszista ez a javaslat. Miért? Kezdjük onnan, jó estét kívánok még egyszer, hogy nehezen tudom eldönteni, hogy egy humorfesztiválon van-e ilyenkor az ember, vagy pedig egy egyébként jó szándékú, de rossz utat, rossz megoldást választó kezdeményezés olyan problémákra, amelyek kétségkívül jelen vannak a társadalomban. Én ezt az utóbbit választanám, és nem gondolnám, hogy a Jobbik olyan born írt, hogy ilyen stand-up comedy csináljon a politikából. Hozzáteszem, hogyha itt egy kommunista vagy liberális vitapartner lenne, akkor egyből lesöpörni ezt mindenféle szörnyű emberjogi problematikákkal. Én ezt azért nem teszem, mert a dolog lényegéről, a javaslat most független attól, hogy mi ennek a tartalma, hogy jó vagy nem jó, de mondom, olyan dolgokkal próbál rezonálni, olyan próbálkozásai vannak választ adni a bűnözési, bizonyos bűnözési csoportok által elkövetett tipikus bűnözésekre, amelyeket valóban kezelni kell. De ez rendőrszakmai kérdés, és szigorúan vett jogi kérdések. Alig, ha lehet ide a biológiát, az antropológiát, és egyéb, mondjuk úgy, hogy interdisziplináris, de akkor eufemisztikus voltam. Tehát úgy mondom akkor magyarul, hogy finoman szólva, tudományos társterületeket így párosítani, hát ez azért nem a precíz jogalkotásnak a része. Szóval, összefoglalva,
beszéljünk a kiváltó okról, az a fontos, az a lényeg, és hogyha van erre 20 percünk egy ilyen mély taglalásba a televízióba, akkor ennek kell rendben szerepelni, és nem is az ausztrál, vagy az indiai, vagy nem tudom milyen egyéb rasszoknak, az menjen a biológia órára. Az ugye egyértelmű, hogy a Jobbik a cigánybűnözés fogalmát már évek óta használja, és gondolom, hogy ez a javaslat is arról szól valójában, hogy a bűncselekmények elkövetői között tudjuk meg, hogy hányan cigánya, hány cigány van, és hány nem cigány van. Szerintem, illetve gondolom, hogy a nézők is ezt gondolják erről a javaslatról. Erről szól ez a javaslat, vagy nem erről szól? Részben erről természetesen soha nem is titkoltuk, hogy mi hogyan ítélnénk, vagy hogyan ítéljük meg a magyarországi bűncselekményeket, és mit gondolunk arról, hogy figyelembe véve a mindennapos eseményeket, nagyon sajnálatos módon az elképesztő bűnözési hullámot, hogy kik és milyen alapon és milyen típusú bűncselekményeket követnek el. Mi azt gondoljuk, hogy ezt kezelni kell. Ahhoz azonban, hogy érdemi párbeszéd folyjon, vagy bármilyen tekintetben megfelelő gyógyírt vagy terápiát találjunk erre a betegségre, ahhoz egy korrekt diagnózist kell felállítani. Na most a diagnózist egyik része, hogy a bűncselekményi statisztikákban pontosan lássuk azt, hogy milyen bűncselekményeket kik követnek el, és milyen százalékban, milyen arányban is. Tételezzük föl, hogy ha annyira, ahogy a többi párt vagy többi frakció és közéleti szereplő ezt mondja, hogy nincs igazunk, és mi ezt önkényesen kitaláljuk, és csak a társadalmi feszültségeket szeretnénk kelteni azzal, hogy azt mondjuk, hogy igenis létezik cigánybűnözés. Tételezzük föl, hogy nincs igazunk, akkor ez a statisztika ezt is megfelelően alá tudná támasztani. De mi azt gondoljuk, hogy sajnos minket igazolna egy olyan statisztikai adathalmaz, ami besorolná a bűnelkövetőket. Álfió? Csak hogy az a helyzet, hogy ezt nem vitatja senki. És erről már sokszor volt szó. Ki hogy fogalmaz? Én azt mondom, hogy van olyan bűncselekmény referencia, amelyet többnyire cigány származású emberek követnek el, a ismert társadalmi okok miatt. De ezt nem lehet, nem csak érzésem szerint, hanem nyilvánvalóan nem lehet olyan jogi adekvát kategóriába önteni, mert akkor azt is mondhatnánk, hogy van diákbűnözés. Természetesen van, hát ismerjük, hogy nem tudom én, mit elemelnek a diákok a boltokban a polcról, és van fehérgalléros bűnözés, és sok minden egyéb a társadalmi csoportokhoz tipizálható bűncselekmények léteznek. Ezért, és ráadásul a rendőrségi jegyzőkönyvekben, tanúvallomásokban, nyilvántartásokban kutatási tudományos célra most is föllehetők azok a különböző jegyek, jellemzői a bűncselekményeknek, amelyek, hogyha ezt vizsgálattárgyává tesszük, kimutatják bizonyos bűncselekmények esetében, hogy az többnyire cigány emberek követték el. De fönntartom, hogy ez rossz válasz arra, amiről beszélünk. A megszüntetése rendőrszakmai kérdés, társadalmi, szociális kérdés, nevelési, integrációs, oktatási kérdés sokkal bonyolultabb annál, mint hogy médiaképes, poénos, hétrasszos ötleteket vegyünk elő. Szeretnék röviden reagálni, tehát ez egyáltalán nem poénos, és hogyha valaki olvasta a törvényjavaslat indoklását, ez egyáltalán nem a humorról szól, sokkal inkább a, hogy is mondjam, minket mindig azzal vádolnak, hogy társadalmi feszültségeket keltünk bizonyos kisebbségekkel szemben. Illetve, hogy rasszista pártja. Illetve, hogy rasszista, fasiszta, náci, trapista, hagyna sorolja, milyen jelzőket és stigmákat aggatnak ránk. Itt nem erről van szó. Látni kell azt, hogy az elmúlt 20-22 esztendőben napi szintű tendenciává vált az, hogy a különösen a magyar társadalomban, vagy vezető sajtóorgánumokban nagy-nagy felháborodást kiváltó és joggal kiváltó felháborodást kiváltó bűncselekmények kapcsán kicsit önkényesen kezeli mind a rendőrség, mind pedig az ominózus sajtóorgánum akár az elkövetők, akár az áldozatok származását.
És mi azt gondoljuk, hogy pontosan ezek azok az események, és ez a tendencia kelt feszültséget, és manipulálja a magyar társadalmat, hiszen ha ez minden esetben meglenne, akkor nincs miről beszélni, nem lehet hát tovább a politika. Ezt a nyilvánosságnak szánják, mert Pálffy úr mondta az előbb, hogy rendőrségi jegyzőkönyvekben azért ez benne van, a kutatók például, hát a... akik szociológusok használhatják ezeket, tehát le tudnak szűrni belőle tudományos tapasztalatokat. Ez részben igaz, csak még egyszer mondom, ha ez egy rossz és komolytalan és poénos javaslat és nem megoldás, akkor kérdezem én, hogy miért megoldás ez az Amerikai Egyesült Államokban vagy éppen Nagy-Britanniában? Ez egyáltalán nem feltétlen rendőrszakmai kérdés. A felszámolása a bűnözésnek az rendőrszakmai kérdés, de az, hogy milyen kereteket adunk a rendőrségnek, az már politikai kérdés, és én úgy gondolom, hogy ha a rasszizmussal egyáltalán nem vádolható ENSZ rasszizmus elleni megbízottja a kenyai származású Mulgami Gyöngyöspatai látogatása kapcsán saját maga javasolta a magyar kormánynak, hogy etnikai nyilvántartást kell vezetni a bűncselekményekről, akkor én azt gondolom, hogy ezt igenis komolyan kell venni. Ezzel egyetértenek? Az etnikai nyilvántartás vezetésével? Az a helyzet, hogy az etnikai nyilvántartás és a rasszokba sorolás nem ugyanaz. Úgyhogy, hogyha az minden szempontból emberi jogilag rendben van, hogy etnikailag nyilvántartsák a bűnözőket, a bűnelkövetőket, ám tegyük azt. De ez nem, ugye, nyilván nem ugyanaz a javaslattal. Az fontos kérdés ebben, hogy a média és a közbeszéd hogyan alakul, hogy viselkedik a sajtó, és hogy mit beszélünk ki ezekben a dolgokban. És valóban itt a tabudöngetésről szólva azért ugye ezt el kell mondani, hogy meglehetősen szemforgató megoldás azt mondani az ilyen esetekben, tudjuk miről beszélünk, hogy nem tudom én, El Tamás 13 éves kiskorú, vagy hogy K. Gyula, mindenki tudja, hogy Lakatos és Kolompár. Tehát most ezt itt ki kell tudnunk mondani. Mint ahogy az sem megoldás, hogy egy nagyobb perpatvar esetében nagy létszámú családok vitájáról beszélünk. Két nem, család, 25-30 emberi. Szóval ebből egyrészt mindenki tudja, másrészt éppen ez a szemforgatás árulja el, hogy milyen rossz panelek mentén kezeljük ezt a kérdést. Igenis, ebben az esetben meg lehet mondani a származását, akkor természetesen, hogyha az illető ezt vállalja, és hogyha az ellen nem tiltakozik. Mint ahogy, hogyha valaki teszem azt nigériai, akkor az annak megfelelően kezelik a hírekben. Vagy például, most mondok egy igen szörnyű példát a közelmúlt napjaiból, ha valaki azeri. Na de hát ez nem jelenti azt, hogy a kaukázusi rassz az másként kezelhető, mint a fehér. Hát pontosan, így van. De ezt, bocsánat, senki nem mondta, hogy másképp kell kezelni, hogyha ebbe a rasszba tartozik, vagy abba a rasszba tartozik. Ez a javaslat azt a célt szolgálja, hogy a Magyarországon elkövetett különböző bűncselekmény típusok milyen kisebbségekhez, vagy milyen közösségekhez vonhatók. Én nem választanám külön a rasszokat és az etnikumot, hiszen ha valaki felüti az antropológia különböző tanulmányait vagy könyveit, hát az etnikai jellegek pontosan rasszok alapján van besorolva. Tehát azért van az, hogy itt föl van sorolva 7 etnikai jelleg, és ahhoz tartozik mindegyikhez egy-egy rassz. De valaki például a magyar népszámláláskor is, akkor cigány valaki, hogyha magáról azt vallja. Így van. És ez a probléma, hogy egy... De ez a javaslat problémája, éppenséggel ez a problémája. Pontosan arról szól ez a javaslat, hogy azért attól, hogy valaki, én mondhatnám magam eszkimónak, vagy valami, mindenki tudni fogja ettől függetlenül, hogy nem vagyok az. Tehát az önbevallással azért akadnak némi problémák. Én azt megértem, hogy egy népszámláláskor valakitől nem várják el feltétlen, hogy kötelezően be kell sorolni, bár én ezzel sem biztos, hogy egyetértek, hanem önbevallás alapján. Ezzel az a gond, hogy amikor adott esetben, ha már itt nyíltan beszélünk a cigányság problémájáról, hogyha segélyért kell sorba állni, vagy épp valamilyen munkahelyről elutasítottak, akkor azonnal tudom döngetni a sajtó kapuját, hogy azért, mert én cigány vagyok. Abban a pillanatban, hogy én mondjuk bűncselekményt követtem el, és mondjuk önbevallást akkor már nem vagyok kellene, akkor természetesen nem.
vagy ha épp nagyobb büntetést kapok a tettemért, akkor az meg megint azért van, mert cigány vagyok. Szóval ez egy ilyen kettős mérce és egy olyan jogi kiskapu, ami lehetőséget ad arra, hogy én ezt különböző módon kihasználjam pozitív vagy negatív értelemben. Ez a javaslat ezt megszüntetné természetesen. De külsőleg mondjuk egy antropológus valakire azt mondja, hogy ön cigány, én pedig azt mondom, hogy én nem vagyok cigány, akkor mi van? Akkor ez az antropológiai jó, természetesen besorolás, tegyük hozzá, ez nem egy nyilvános. Tehát a statisztikában ez úgy jelenik meg, hogy, vagy úgy jelenhetne meg, ahogy az Amerikai Egyesült Államokban is, vagy Nagy-Britanniában is, hogy tételezzük föl a tömegverekedés, a lincselés, a színes fémtolvajlás, vagy nem tudom milyen bűncselekmények kapcsán mondjuk, 70%-ban ez a etnikum, vagy ez a rasszjegyeket viselő népcsoportok követik el a, nem tudom, gazdasági bűncselekményeket. Ez a népcsoport, szóval itt nem arról van szó, hogy valaki... De az etnikai nyilvántartás, amit Pálfi úr felvetett, ez ugyanaz lenne, és ezt mondjuk lehet, hogy hát tudnák támogatni. Ez nem egészen működik, tehát ez vagy szerepel a jegyzőkönyvben, vagy nem. És hozzáteszem, hogy például itt azért egy passzus vonatkozik az áldozatokra is, hiszen ez a javaslatunk egyébként ez egy 3 törvényt módosítana, egészen pontosan, hogy ne beszéljek a levegőbe, ugye a bűnügyi nyilvántartás és szabálysértési nyilvántartás, valamint, és itt akarom mondani az áldozati szerepet, a személy és tárgykörözésről szóló törvényt. Mennyivel könnyebb az, hogyha eltűnik rablás, tehát elrabolnak egy fiatal leányzót, akit mondjuk arra kényszerítenek, hogy prostituáltnak kiviszik valamilyen országban, vagy épp ugye ami működik, csúnya szó, nem tudok rá jobbat, csicskáztatás, stb. Rengeteg ilyen szomorú hírt hallunk. Mennyivel könnyebb például a rendőrség dolga külföldön is, hogyha a körözésben benne van, hogy milyen rasszjegyeket visel az illető. Szóval ez azért nem csak arról szól, hogy most itt az elkövetőket, hanem tételesen vagy adott esetben az áldozatoknak is tud segítséget adni. Mondottam már, és tényleg megvallom őszintén, szándékosan kerülöm azt, hogy a javaslat egyes elemeiről folyik a vita, mert abban vannak olyan lehetetlen dolgok, amiket itt nem tudunk kezelni értelmesen. És föntartom és visszakanyarodok oda, hogy beszéljünk azokról a kérdésekről, amelyek megoldhatók egyébként a javaslat nélkül. Tudományos és nyilvántartási céllal most is ki lehet ezt mutatni, hogyha a Jobbiknak az a törekvése ezzel, hogy bebizonyítsa, hogy van cigánybűnözés, akkor azt kell mondanom, hogy nem szorul bizonyításra. Mert természetesen beszéltünk erről, már itt a műsorban is, vannak olyan tipizálható bűncselekmények, amelyeket a társadalomban elfoglalt helyük, szerepük és szegénységük és nyomorúságuk okán cigány emberek többségében követnek el. De mit csinál ez a javaslat azokkal, és most akkor tényleg már részleteknél vagyunk, akik mondjuk cigány telepeken, a Jobbik besorolása, antropológiai beosztása, rassz elmélete szerint fehér emberek, de együtt élnek. És ilyen bizony tömegével van, tehát 100 000 számra vannak olyan sajnos lecsúszott magyar emberek, nem cigány származásúak, akik a Hétesen, Ózdon, vagy ugye nagyon Velence telepen, nagyon sok ilyen telepen, az ország északkeleti-keleti részén többnyire vagy mondjuk Dél-Baranyában, vagy ugye Észak-Baranyában és úgy nekünk délen élnek, és bizony tömörödtek, összekeveredtek olyanokkal, akik ezekben a bűncselekményekben részesek. Tehát nem lehet kezelni ezt a problémát ilyen szinten, nem is azt az eredményt mutatja ki igazán, amit a Jobbik ettől a javaslattól vár. De én nem értem ezt a felvetést, hát azokkal az emberekkel, és egyáltalán semmilyen emberrel nem csinál semmit ez a javaslat. Ez szigorúan a bűnelkövetőkre vonatkozik, azokat tipizálja. Ennek a törvényjavaslatnak, még egyszer hangsúlyozom, ennek a törvényjavaslatnak, vagy javaslatcsomagnak, ha úgy tetszik, nem az a célja, nem ezt fogja felszámolni a sajnálatos bűncselekményeket és azt a bűnözési formát, amelyeket itt is elmondtunk és beszéltünk. Ennek a javaslatnak egyetlen egy célja van, hogy a kettős mércét félretéve egyrészt megakadályozza a médiában és a sajtóban egyes konkrét bűncselekmények menténi hangulatkeltést, megakadályozza adott esetben
a politikai haszonszerzés. Abból nem lenne hangulatkeltés, hogyha egy tudományos dolgozatban kijönne, hogy nem tudom én, ezt a bűncselekmény fajtát 70-80%-ban cigányok igen, követik el. Tételezzük föl, hogy a Magyar Tudományos Akadémia kriminológiai fő-fő képviselői kihoznak egy ilyen tanulmányt, akkor azt nagyon nehéz politikai haszonszerzéssel vádolni. Mert ha ezt egy Jobbik mondja, egy Fidesz, egy KDNP, vagy nem tudom milyen pártnak a politikusa, akkor ugye rögtön az van, hogy hát ez nyilván politikai haszonszerzés áll a háttérben. De amikor egy tanulmány hozza ezt ki, akkor az egész más megvilágításba kerül, arról szól, hogy hoppá, ez valóban egy tényszerű probléma, és mit tudunk ellene tenni. És onnantól lesz szerintem rendőrszakmai kérdés. De hát képviselő úr tereli pontosan abba az utcába ezt a vitát, hogy ez politikai haszonszerzés kérdése, hogyha egy ilyen javaslat a politika oldalán és különösen a Jobbik oldaláról kerül elő, akkor egyértelmű, hogy ezt rájuk fogják sütni. Én ezt elkerülöm ebben a pillanatban, mert nem akarok vádaskodni, de ugye van egy ilyen olvasata. Ezért mondom, hogy inkább azokhoz kell visszatérni, hogy ezeknél a bűncselekményeknél hány olyan más jellemző jegy van, például munkanélküliség, szegénység, megélhetési szint, amelyek ki fogják mutatni, vagy kimutatják ugyan tudományos alapon azt, hogy ez nem csak cigánybűnözés lesz, hanem bizony egy olyan csoportnak, társadalmi rétegnek a tipikus bűnözési formája, amiben nagyon sok cigány ember van, de nagyon sok szegény, nem cigány származású ember van, és lehet, hogy ők vannak többségben. Sajnos csak egy percünk van, ezek szerint akkor a KDNP ezt nem fogja támogatni, ezt a törvényjavaslatot, törvénymódosítást inkább. Ez azt hiszem kiderült, hogy nem fogja támogatni. A Fidesz sem. Tehát semmiféle többsége nem lesz. Ha egyszer a nevükben nyilatkozhatok, akkor biztos vagyok benne, hogy nem. A Jobbik akkor mit csinál? Hát természetesen. Benyújtják? Nyilvánvaló, hogy be fogjuk nyújtani. Bízunk abban, hogy mondjuk egy vita során azért meggyőzhetők, és a mindennapi jelenségek alapján meggyőzhetők a tisztelt képviselők, aki nem a Jobbik frakció csoportjához tartozik. Hát meglátjuk, nekünk sincsenek illúziunk, de én azt gondolom, hogy ahogy a Tárki közelmúltbéli felmérése is mutatta, hogy a magyar lakosok 2/3 támogatni egy ilyen javaslatot. Én azt gondolom, hogy aki megérti, hogy ez miről szól, és nem azt keresi mögötte, hogy mondjuk kinyújtotta be és miért, én nem tudom elképzelni, hogy ezt ne lehetne támogatni. Uraim, köszönöm szépen, ennyi időnk volt sajnos. Köszönöm. Jövő héten ismét találkozunk, akkor is tartsanak velünk, viszontlátásra.